hallottad-e hírét a híres bakonynak? Sötét erdejében legények bújdosnak. Hogyan is hallhattad? Hisz hallgatott minden. Titkot őriz az öreg. Száját bezárja sok mindent látott országot. A csárda romjain szélsüvít, de szavát senki sem érti. Hasznos növény mellett sokszor nő oly dudva, mely még tűzre se jó, csak úgy áll az útban. S vagy megbotlik benne némely jótét lélek, vagy mérges gőzivel kárt tesz a vidéknek. Ilyen országunkban az élősdi betyár kutyafajta, mivel mindenkor rosszban jár. Ilyenekről szólok most soraim mentében, akiknek a neve régtől ismert lészen. Sobri. Sobri Jóska, akiről beszélek. Így gondoltad, fiam? Így, Mari néni. Mari néni sokat mesélt nekem arról, mennyire szerette Rozit, az ikertestvérét. Külsőre teljesen egyformák voltak, de a természetük különbözött egymástól. Miközben Mari néni mesélt, éreztem rajta, hogy igyekszik úgy elmondani fiatalságuk történetét, mintha Rozi helyett is mesélne. Rozika bátrabb volt és cserfesebb. Mari csendesebb és félénkebb. Sokszor azonban mégis ugyanazt gondolták hirtelen, vagy egyszerre válaszolták ugyanazt, ha kérdeztek tőlük valamit. Mari néni sok népdalt is ismert, melyek Sobriról és Roziról szóltak. Ezek a dalok persze akkor keletkeztek, mikor Sobri Jóska története már legendává vált, és Mari néni ekkor már Amerikában élt. Édesanyám viszont leveleiben, melyeket Mari néninek küldött, lelkiismeretesen leírta a népdalok szövegét. Azonban, mivel édesanyám nem tudott kottát írni, Mari néni a népdalokat komoly versekként szavalta el nekem. Kezdhetjük, Mari néni? Isten teremtette a betyárokat, azok által veri a gazdagokat. Ha nem találkozna betyár gyerekkel, soha nem imádkozna a gazdag ember. Sobri Jóska szegény betyár, az urakhoz nótázni jár. A szegényt azt meg nem veti, a babáját hűn szereti. Vágyik ajkának csókjára, járhat a pandúr utána. Gyere csak utána, vármegye kutyája. Majd megrövidül életed órája. Maguk itt várnak. Jó estét, Szűcs uram. Jó estét kívánok. Balázs, hozzon bort a pandur uraknak. Rózi majd megmutatja melyikből. A Mari majd megmutatja. Mari, nekem vízért kell mennem. Szűcs uram. Na, mégis. Hány naponként jár be az a vén kujon haramia a maga lányaihoz? Azt a két poharat vigye ki az embereimnek. Amint már mondtam kegyelmemnek, nincs ebben szabály. Van egy ittanyáz, órákig, napokig, van, hogy hetekig se látjuk a kölköt. Kölyköt? Ha egyszer egy vén kujon, hogy lehetnek kölyök? Hát ezt maga mondta, nem én, ha 20 éves van.
összetéveszti kegyelmet valamelyik futárjával. Pontos ábrázolatját kaptuk a Sobrinak. Öreg, sebbhelyes férfi. Magasabb, mint egy ágaskodó medve. És állítólag a bal kezén 7 ujja van. Úr Jézus, hát ilyen szörnyet én nem láttam. Hát ha bejött volna, akkor se jelentettem volna a szolgabíró uramnak. Miért nem? Mert összeszartam volna magam az ijegységtől. Ez tényleg nem hiányzik, hogy magát szagolja, miközben jelentést tesz. Na jó, menjen, hagyjon minket most egyedül. Álljon az ajtó elé, nehogy a lányaim nekem ide besétáljanak. Balázs! Jöjjön ide! Üljön le! Mit bólogat, még semmit sem mondtam. Ide figyeljen. Figyeljen meg jól mindent. Ha Szűcs fölismeri ezt a Sobrit, nézze meg jól. Próbálja megjegyezni minden vonását. Ha egyedül marad a lányokkal, akkor próbálja meg elfogni. Jaj, Balázs. Nem úgy értettem, hogy egyedül. Mindjárt megérkezik ide egy emberem. Mint egy drótostót. Az majd segít magának. Egy pár napig itt marad, aztán jön helyette valaki más. Érti, Balázs? Érti? Értem. Maga csak arra figyeljen, hogy ha valamelyik lány elindul az erdőbe, akkor próbálja meg követni. Ha meg egyszerre több haramja jönne ide, tudja mit, ne csináljon semmit, jó? Inkább menjen ki az udvarra, és a kódgémet állítsa vízszintesre. Érti? Vízszintesre. Vízszintesre. Az egyik emberemet ott hagyom a hegygerincen, hogy figyeljen és riasszon. Végeztem, Balázs. Tehát Szűcs uram leánykáig. Mint két tojás. Ha? Új vendég. Munkára lehet? Jöjjenek. Leselkedik maga folyton utánunk. Menjen inkább dolgozni. Puszoljon krumplit, ha enni akar.
nyomtatták, amit múlt héten írtam. Igen? És mit írtál? Valami szép verset a Bakonyi tájról. Ezüstös csövű pisztolyát a kebelemhez szorította, és így szólt. Kisasszony, adja ide a bukszáját, és nem esik semmi bántódása. Mélyen a szemébe néztem. Sötétlő kék szemeiben láttam a szenvedést. Jóságos szemei voltak. És mégis betyárkodni kényszerült az erdőben, esőben, viharban. Teljesen megbabonázott. De aztán villám hasította ketté az eget, és én magamhoz tértem. És felháborodástól remegő ajakkal, de határozottan feleltem neki. Mégis, mit képzel maga, kapcabetyár? Hát ki maga, hogy egyáltalán megmer állítani minket, nemes kisasszonyokat? Én vagyok Sobri Jóska, felelte a Bakony kapitánya. Hűséges társném, Etelka, ekkor ájultan esett a földre. Mi? Hogy én elájultam? Pisztolyt fogtam rá. Csak erőszakkal kényszerített, mert az ő pisztolya nagyobb volt. Miket hord maga össze? Milyen színben tüntet fel engem a nyilvánosság előtt? Ej, Etelka, hiszen nem rólad szól a történet, hanem a haramjáról. No, hiszen, aki magát megbabonázta. Mit szól majd ehhez a vőlegénye, ha megtudja? Nagypapa, azt írják a redakciótól, hogy leközlik folytatásban, hogyha még további kalandos élményeim vannak. Nagypapa, vigyen el engem egy csárdába. Hát, ha összetálkozok még egyszer ezzel a betyárral. Igazán, bolondok jutnak ezedbe, te lány. Örülj, hogy ezt a múltkori kalandot megúsztad épp bőrrel. Ezek veszélyes haramiák, kislányom. Embert ölnek, gyilkosok. Nem hiszem, nagypapa. Nagyon szelidek voltak. Vigyen el engem egy csárdába. Nem kell betyárokkal találkoznunk. Csak szeretnék ismerkedni a millióvel. Hová megyünk, Antónia? Hová, ahol zajlik az élet, a piacra. Antónia! Mit keresünk mi ott? Ma nincs is vásár. A kocsmában csak lesz valaki, gyere már! Mivel szolgálhatok a kisasszonynak? Hát, nem is tudom. Egy pohár vizet, ha kaphatnánk. Vizet? Na, üljön le. Én is. Csak egy pohár vizet. Talán tud nekem segíteni. Szeretném megismerni az itteni környéket, az embereket. Hát, kisasszony, mégsem pont a kocsmában kellene. Nem igazán magának való hely ez. Ó, hogy ne. Pontosan ilyen helyre vagyok kíváncsi. Egy ilyen kocsmában bizonyára mindenféle ember megfordul. Például betyárok is járnak ide. Az én kocsmában betyárok? A kisasszonyok meg jobban tennék, ha szépen hazamennének. Igen. Menjünk. Köszönjük. Egyet se féljen, nagyságos kisasszony. Nagy olyan borállat ez. Táncolni is tud. Ha egy pár garast adnak, meg is mutatom. Hát persze, hogy megnézzük.
Csak nem szalasztunk el egy ilyen látványosságot, ugye, Eternám? Miben kényszerítesz? Én nem vagyok köteles. Na, meg van kötve, nem lesz semmi baj. Na, hadd lássuk, hogyan táncol az a jószág. Rajta, Rufus. Kérdezzek még valamit. Maguk biztos sokfelé megfordulnak ezzel a furcsa jószággal. Nem találkoztak véletlen az utóbbi időben betyárokkal? Vagy nem ismernek véletlen egy csárdát, ahol betyárok szoktak megfordulni? Kerüljük mi az olyan helyeket, ahol betyár jár. Még elvennék ezt a kis pénzünket is, amit ilyen nehéz munkával keresünk. Na de mégis. Nem hallottak valami újabb történetet? Például a híres Sobriról. Hallani éppen hallottunk, de mi dolga van egy ilyen finom kisasszonynak a betyárokkal? Csak a kíváncsiság. Én is találkoztam már vele, és szeretném tudósítani a világot az ön nagyszerű tettéről. Én írónő vagyok. De mondják, mit tudnak nekem mesélni a híres Sobriról? Bőségesen megjutalmazom magukat, ha mondanak nekem egy-két történetet róla. Hát, szép kisasszony, mi is csak azt mesélhetjük el, amit mi is másoktól hallottunk. Hogy van egy nagy fa a bakonyban, egy nagy odvasfa. Oda rejti el a kincseket a Sobri. Meg aztán, hogy Sobri valójában nem is haramia, hanem egy herceg vagy egy gróf volt. De beleszeretett egy szegény leányba. S hát az öreg apja nem akarta, hogy szegény lányt vegyen feleségül. Ezért elhagyta a családját. Ezért lett betyár belőle. Ugye, ugye, Etelkám, látod? Éreztem én, hogy megfogta a kezemet. Csak úri ember lehetett. Tudtam, hogy ő. Ugyan már, Antónia. Csak lelkesedsz valamiért. Hergeled magad. Ennek a történetnek se füle, se farka. Ez a Sobri, ez egy betyár. Elszedte a jegygyűrűdet. Még az ékszereimet is elvitte. Jó is lesz, hogyha ez a gróf Darkavári elindul ellene a királyi vadászokkal, jó is lesz. Persze te még az erdőbe is kimennél, hogy találkozz vele. Ha csak addig el nem kapják. A viszontlátásra. Elmegyünk bizony. Elviszlek benneteket. Amerikába viszlek. Elolvastam Milfoyt könyvét. Ott boldogan élhetünk. Az az ország olyan messze van, oda soha senki nem jöhet utánunk. De hogy jutunk mi oda? Amerikába? Mennyit kell addig gyalogolni? Gyalogolni? Nem gyalog megyünk, hanem kocsi, meg hajó. Csak pénzt kell még gyűjtenünk a nagy útra. Gyűjteni? Te betyár. Na, én attól veszem el. Akinek sokszor több van, mint amennyiből boldogan élhet ő maga meg a családja. De akinek úgy se számít. Szegény embertől nem rabolok. Embert nem ölök. Jól van. Nem sokára együtt lesz a pénz. És akkor elindulunk. Nekem mindegy, akárhol élünk is. Csak nyugodalmunk legyen. Csak te velem legyél. Meg Mari velünk legyen. Csak titeket szeretlek ezen a világon. Stetner, jöjjön már! Nem lesz ez így jó, szolgabíró uram. Kevesen leszünk a Sobrira. Stetner, ne feledje, a gyáva kutyát a gazdája elveri a háztól, aztán pedig széttépik a farkasok. Úgyhogy szedje össze magát. Maga nélkül is van elég bajom ezzel a csürhével. Maga válogatta össze őket. Gondolja meg, mit beszél. A pandúrok olyanok, amilyenek. Legalább a hadnagyuk legyen határozott. Véget vetek ennek az egésznek. Előbb-utóbb úgy is oda megy. Hát mi most elébe megyünk. A vármegye se hagy békén, amíg el nem kapjuk ezt az átkozottat. Menjenek már, nyissák már ki a kaput! Oh,
jöjjön! Úgyis megdöbbünk. Kezd elegem lenni a fecsegéséből, Stettner! Hozzon bort. Majd én. Hát ez ki? Az új emberem. Nem erőltetettem meg magam, megtiltotta az orvos. Balázs segít a ház körül, amíg felépülök. Jó. Bort. Aztán melyikből hozhat? Melyikből? A legjobbikból. Abból az egyből, ami van. Gyönyörű szerelme. Menjünk le. Ezek itt készülnek valamire. Ez a drótos tót már egy hete itt van. De ez a Balázs mégis mindig ad neki enni is, inni is, pedig semmit sem fizet. Egy drótos tóttal még csak elbánnék valahogy. De jönnek Veszprémből a pandúrok. Erre gyárítsd a kódgémet, ahogy megbeszéltük. Ezt
aztán menjetek Marival a templomhoz. De hogy megyek nélküled sehová? De most nyomban. Középállásban? Igen. A templomhoz küldök majd, értetek. Sírj. Nyaken miért játszik az a lány folyvást a kút? Mindig a lányokat nézegeti, tegye a dolgát. Hát, mit csinál? Vizet hold. Nem valami jeleket ad inkább? Nézze, most meg vízszintesbe hagyta a kútgémet, amivel csak ide bolondítja nekem a szolgabíró urat. Ez a jel, hogyha Sobri a csárdában. Hát magát is jól kijelölték erre a posztra. Amennyi esze van Kentnek. Tán bizony nincs itt a Sobri. Már hogy volna? Te látod itt, öcskös? Én nem. De mivel itt áll előtted, te látod, öcskös. Mire vár kett? Legyen drótot a drótos úrtól. Aztán szépen kötözze őket össze hátul a kezükkel. Na, gyerünk! Csárdának gondolok vannak! Erdló! Milyen vízszintesen áll? Jóska nem van a csárdában. Gyerünk! Kösse ki a lovakat. Álljanak egy soros vonalba. Gurubi, Ollós. A csárda túloldaláról támadnak. Kormos, hangos. Végig mennek a patakon, és a híd alól biztosítsák a csárdát. Fekete, Dornai. A hátsó ajtóhoz mennek. Vigyázzanak. Újra tölteni nem lesz idejük. Ha túl korán észreveszi magukat, nincs sok esélyük. Stepner. Igen is. Maga velem jön. Igen is. Induljanak! Mindegy is, hogy mi volt a neve, de az öcsém volt, és Kent megölette. Na is! Ezt a sokkal haramja volt, mint te! Nem volt haramja. Csak annyi volt a bűne, hogy nem akart a császár katonája lenni. Jó, jó! Jó! Öljetek meg! De Sobri Jóska csinálja, ne egy ilyen takony póc! Hozzátok! Lilion Peti, Varga, hozzátok őket! Ágoston, Kocsmárost! Gyere, te vissza! Kütözzétek össze őket! Zárjátok a csűrbe! És melyikünk a Sobri maga szerint?
Sobri Jóska szánt szándékkal nem öl embert. Dögöljetek meg! Andor! Akasztófára! Hozd a koloncot! Vicserész! Hurkot a nyakába! Andor! Rakjátok fel a kútra! Fogják és tartsák! Hozzátok! Föl foglak akasztani. Tudom. Kapaszkodjon és imádkozzon. Fogják és tartsák! Ó, édes Istenem! Ne vedd el tőlem Jóskát! Csak ő van nekem ezen a világon. Meg Mari. Ha ők nincsenek, én sem akarok tovább élni. Itt találkoztatok éjszakánként Jóskával. Mari, gyere vissza velem a csárdába. Lehet, hogy Jóska megsebesült. Segítenünk kell neki. Átállítottuk a kútgémet. Mélfajték biztosan észrevették. Azt mondta, várjunk itt. Nagyon kérlek. Gyere vissza velem a csárdába. Mire megyünk, fiaim? Vadra? Vagy dezertőrökre? Mert hogy összenetté veszem a kettőt is. Vad helyett nehogy néhány szökött katonát vagy jobbágyot találjak elcsípni a bakonyerdőiben. Az már igaz, Darkavári uram, hogy a dezertőrök szívesebben hallják az ördög nevét. Mint a Darkavár. Ma csak vadat hozunk. A szökevényekre ráérünk a jövő héten is. Úgy sincs innen, hová menniük a nyomorultaknak. Lóra! Ha a szolgabíró úr meghal, a rögtönítődő bíróság fel akart, fogja, szűcs! Fogja! Ne engem fogja a kötelet! Szolgabíró úr! Ne, álljon föl, ne engem, álljon föl! Gurubi! Törjön ki! Törjön ki fogja, ne engem fogja a kötelet! Csak óvatosan! Tegyék a szekérre és vigyék az ispotályba.
Vigyék be a szolgabíró urat az ispotályba. A laktanyájukat valaki fölrobbantott, a porig égett. A pandúrok jelentkezzenek a főbírónál, az majd elirányítja őket. Igen, és gróf úr. Hányan voltak? Voltak majd 15-en. A pandúrokat bezárták az ivóba, aztán szétszólódtak, de nem akármár, hanem szanasz éjjel. Biztos itt van a környéke, valahol a korafi. A lányok is eltűntek, mielőtt a pandúrok jöttek volna. Miféle lányok? A fogadott lánykáim. Két barna lány, ikrek, olyan egyformák, mint két tojás. Mind a kettő szerelmes a sobriba. Állok, kis kígyó. Lóra! Nem érzem a lábam. Megvan a lába, csak ki van csavarodva. Megvan. Megmarad a lába, csak nyugodjon meg, aludjon. Aludjon, nyugodjon meg. Fél lábam nem lehet. Magának kell végig csinálni, Stötner. Magának kell végig csinálni. Hogy hívnak? Répa Rozinak. Hol szolgálsz? A Billegi csárdába, Szűcs Lajos uramnál. Látom, okos lány vagy. Te vagy a sobri szeretője? Fogsz te még énekelni, madárkám? Hozzátok! Ez majd megtisztítja. Lenyugtatja a sebedet, Mógor. Könyököd? Lecseg meg, fáj. Akkora, mint egy ökörtérgye. Te holmi? Fekete nadály. Idefelé szedtem az úton. Törd össze, csinálj sűrű főzetet, és avva dörzsöljed. Köszönöm. Csak, hogy itt vagytok. Hát a húgod. Elfogták az erdőben a királyi vadászok. No, akkor későn jöttünk. Épp ezt a hírt akartuk neked elmondani. Mi? Hogy két napja két úri kisasszonynak megtáncoltattuk Rufuszt. Azok kérdezősködtek felőled. Az egyik nagyon oda volt, érted? És a másik azt mondta, hogy jobb lesz, ha a vadászok végre átfésülik az erdőt, és elfognak téged. Megindult ellenetek a vadászat. Ideje eltűnöd, Jóska. Megtalálnak. Előbb-utóbb ránk akadnak, Jóska. Rozi nélkül nem megyek sehova. Ki jön velem, hogy kiszabadítsuk? Én majd jövök veled, Jóska. Én sem maradok itt. Én sem vagyok beteg, csak unatkoznék idefen. Kacor. Vigy le magaddal Marit a többiekhez, a táborba. Vigyázz rá, amíg visszajövök érte. Mondott valamit a lány? Nem mondott semmit. De a Balázs nevű emberünk ott volt a csárdában, és a bandából fölismerte ezt a bizonyos lókupecet. Göres Jánosnak hívják, és ő tudja, hogy hol lakik a felesége. Na, akkor mire vár? Menjen és hozza be. Igenis. János, kísérjék el a hadnagyot. Hát,
Kit hoztak? Ez egy Csabri Jóska, a Bakony híres haramiája. Hát elfogtátok? Stettner hadnagyúr parancsára ide hoztuk. Azt mondta, vigyék Darkavári kapitány elejébe. Gróf úr? Mi az? Indulhatunk? Stettner hadnagy egy foglyot küldött. Foglyot? Milyen foglyot? Sobri Jóskát. Na, hozza csak be. Kapitányunk, foglyot hoztunk. Stettner hadnagyúr parancsára. Halljam csak, mi a neved? Sobri Jóska. A Bakony kapitánya. A Bakony kapitánya. Milyen büszke. Mégis ilyen fiatal volna. Hozzák csak fel osztalányt. Igenis. Magukat még nem láttam itt. Hol sikerült elfogni? Ha hozzányúltál a lányhoz, megöllek! Rozi! Eső, holnap délig es, szapszaporodjék, búzabokrosodjék, az én olyan legyen, mint a csikó farkak, még annál is hosszabb. Hajts, miért fajt? A cigánytáborba hajts! Rozit meglőtték, hallod? Né! Korog velem minden. Eső, holnap délig elmész Amerikába, Jóska? Elmegyünk, mind a hárman. Viszlek téged is, meg Marit is. Nem megyek én innét sehová, ha csak az angyalokhoz nem. Ég a mellemben. Nagyon. Hajj, gyorsabban! Gyorsabban! Né! Elviszlek magam Amerikába. Ott lesz csak az igazi. Dolgoznunk se kell, soha többi. Ott az asszonyok csak gyereket nevelnek. Templomba járnak. Hol? Gyűrűm. Hol a gyűrűm? Itt van, nézd, itt van. Add ezt a gyűrűt oda Marinak. Legyen emléke rólam, és neked. Legyen Mari olyan, mintha én lennék. Szeret téged. Vigyázz rá, Jóska. Dodd nem olyan cserfes, mint én. Hisz eddig is vigyáztam rátok. Rozi. 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 Hajts! Milyen fajt, hajts! Sárga levél, bús utamra miért estél? Azért estem, mert nincs ágom, semmi nem tart a világon. Jaj, nekem is ez a sorsom. Hideg a föld, fázba járom. Harmad cseppje is könnyé vált. Szememben jó forrást talált.
alászállott az én napom. Szegény babámat siratom. Fülemüle, te kis madár. Szép dalod miért nem szól már? Nem dalolhatom dalomat, mert elvesztettem páromat. Az Úrnak szemei vagynak az ő tett félőkön, és az ő irgalmasságában bízokban, hogy megszabadítsa a haláltól az ő lelkeket, és eltartsa őket az égségben. A mi lelkünk várja az Urat, mert ő a mi segítségünk és pajzsunk, mert ő benne vígad a mi szívünk, mert az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te irgalmasságod a mi rozinkon, amiképpen bízunk te benned.